Szeretettel köszöntöm a Mediátor televízió nézőit ezen a gyönyörű, szép, forró nyári napon, és talán azt hiszem, hogy szerencsés volt a választás, hiszen egy olyan hobbinak hódoló kedves fiatalasszonyt mutatok be a kedves televízió nézőknek, Lévainé Kovács Rózsika személyében, aki hát nem egészen ehhez a stílusos, forró nyári naphoz illő hobbival rendelkezik, illetőleg annak hódol, hanem csodálatos rénszarvas gyűjteménye van, ami ugye köztudottan a télhez, a Mikulás környéki napokhoz, a karácsonyhoz, és hát egyáltalán az év meghitt ünnepeinek az évvégi sorába sorolható be, és azzal kapcsolatos. És hát itt vagyunk ezen a gyönyörű helyszínen, ahol ez a csodálatos gyűjtemény van, és hát akkor nézzük meg, hogy is jött ez létre, hogy kezdődött a hobbid, mert hogy valljuk be, ez nem egy szokványos, nem egy hétköznapi hobbi. Én is köszöntöm a tévénézőit. Tudom, hogy vannak már mások is, akik ennek a gyűjtésnek, a rénszarvas gyűjtésnek hódolnak, de személyesen még nem találkoztam velük. 5 éve indult, közel 5 éve indult, ilyen november végi időszakban, majd november végén lesz 5 éve, indult ez a próbálkozásom. Elég érdekes módon. Előtte nem sokkal volt a születésnapom, és a kedves vendégek, barátaink, rokonok, akik jöttek megköszönteni előtte, megkérdezték a férjemtől, hogy mi a hobbim, mit gyűjtök, hogy mégis akkor ahhoz igazodóan kedveskedjenek. És hát ő nagyon kellemetlenül érezte magát, azt mondta, hogy én csak munkamániás vagyok, meg maximum tájfutó, azon kívül semmi más. És ezt a szememre vetette valamikor novemberben, hogy milyen lehetetlen egy alak vagyok. Mondtam, hogy ha ezt kell a családi boldogsághoz, akkor én elkezdek valamit gyűjteni. És úgy voltam vele, hogy mi legyen. Már akkor volt néhány rénszarvas a szobában. Ránéztem, és gyűjtök rénszarvast. Úgy voltam vele, hogy túl sok nem lehet belőle. Hát aztán az élet rám cáfolt. Már rögtön az első karácsonyra kaptam a családba, barátoktól jó néhány rénszarvassal kapcsolatos valamit. Mert nem csak ilyen állatkákat, plüss figurákat kapok, hanem bögrét, olyan szalvétát, amilyen rénszarvas van, vagy kis kártyát, amilyen rénszarvasos keresztszemes hímzés van, ilyen köszönőkártyát is kaptam két kolléganőtől, nagyon kedves aranyos, vagy akkor ilyen manikűr készlet tartozékot, tehát nagyon-nagyon kávés csészekészlet, teás. Jól emlékszem, hogy még papucsod is van? Papucsom is van. Ugye, még rénszarvas papucsod is van. Az nincs a polcon, van néhány darab, ami lemaradt a polcról, de tényleg még papucs is van a készletben. Mint ahogy említetted is, hát azért némi késztetés volt itt a párod részéről, hiszen a kedves nézőknek mondom, bár valószínűleg tudják, hogy Lévai Kálmán tűzoltó parancsnok úr, most már kirendeltségvezető úr, több hobbinak is hódol, és hát őt már egy igen ritka hobbiáról, a kávés és teás cukrok gyűjtéséről szóló filmünkben bemutattuk, de hát sokan tudják, talán még többen tudják, hogy a tűzoltó autókat is gyűjti, tehát itt azért volt némi indítás, ugye, ha jól sejtem. Bár én úgy voltam, hogy elég egy gyűjtőmániás a családban, de jól van, gyűjtök én is valamit. Világos, hát ez egy, én azt gondolom, hogy ez nem egy mindennapi hobbi, bár te említetted, hogy vannak mások is, hallottam, akik gyűjti. Na most karcagiakról hallottad, vagy nem, országban máshonnan hallottad, hogy máshonnan, valahol újságcikkben olvastam talán, nem tudom pontosan. De. Ilyen hobbisoknak szervezett találkozókon nem voltam. Nem voltam még. Én még nem voltam. Tudsz róla, hogy esetleg működik ilyen az országban? A cukorgyűjtőknek tudom, hogy van, mert már kedves férjem volt ilyenem, de én ennyire nem mértem. Nem gondoltál esetleg arra, hogy fölvennéd a kapcsolatot a hozzád hasonló rénszarvas gyűjtőkkel? Biztos, hogy érdekes lehet megnézni másnak, milyenek vannak, de én jól el vagyok ezzel. Tehát én nem akarok olyan nagy gyűjtést csinálni. Tehát ezeknek a figuráknak, állatkáknak a szeretetének
körében vagy valójában, és hát pakolászod őket. Hát igen, most a nyáron oda felköltöztettük, mert addig itt voltak az ágyon, szanaszét, és már nem fértünk tőlük. Most kapták ezt a nagyjából itt végleges helyet. Többhöz is fűződnek különböző élmények, emlékek, ennyi. Kész. Azt például ő az egyik családalapító, őt Svédországból hozta az első között, ugye? Az első között. Az első páros egy olyan kis figura volt, a férjemnek is vettem, magamnak is, amilyen ilyen üzenő cetlit lehet elhelyezni, ilyen kis csipesz. Azután Svédországban tájfutó versenyen volt a férjem, én akkor éppen dolgoztam, munkamániás, mit csináljam. Igen. És hát valamivel kárpótolni kellett, úgy gondolta a férjem, és hát Svédországból mit hozzon, svéd emblémás kis rénszarvast. Van egy másik párja, bocsánat, itt közben felállok, talán meg így van. Őket hozta egyszerre. Ő egy kicsit olyan már mélabús. Kis igen. Ez valószínűleg már úgy tavasz tájékán volt, meg ez inkább olyan jávorszarvasos. Meg melegedett az idő. Igen. Már majdnem ledobta a ruháját is. Szóval ez olyan kis bűbályos, aranyos. Ők voltak ketten az elsők, tehát a svédországiak. És akkor utána úgy jöttek hozzá. Előfordul, hogy valamelyikből több is van? Vagy ez mind különbözik egyik a másiktól? Bocsánat, valami apró, picike különbség van. Van például ott a fejed fölött is van egy páros, akiknek lóg a lába. Igen. Kicsi különbség van közöttük. Tehát teljesen, nem, teljesen azonos. Ez is olyan érdekes, hogy sokaktól kaptam, de azért nincs. Most a az nyáron... Az egy kis notesz tartó, vagy... CD tartó, igen. Előtte van az a gyönyörűséges Rácznyi által hízett kolléganőm által. Igen, igen, kis, ő köztudottan mester ezeknek, köszönöm, a, igen. Ezeknek de a hízéseknek. Ezek olyan kis kedvességek, figyelmességek, amikor... Nagyon jó pofa. Ilyesmi. És hát főleg annak, aki meg szereti, hát a megfegyelnek meg különösképpen. Igen. Akkor egyszer voltam órát látogatni egy másodikos osztályban Veresné Katikánál, és éppen december eleje volt, tehát az ünnepi készülődés jegyében zajlott az órai munka, és egy kis ajándékcsomagot kaptam a végén a gyerekektől, szalvétába kis apróságok, édességek, és egy rénszarvasos figurával volt lezárva. Ez is egy olyan kis kedves. Aranyosak nagyon. Közben elnézést kérek a kedves televíziónézőktől, hogy ez egy bombonos, vagy díszdoboz, vagy kalapdoboz, vagy milyen célt szolgáló, nagyon szép alkotás. Abban egy 6 részes kávés készlet. Ebben van a kávés készlet. Volt, kettőt tettem oda a tetejére, bár most a dobozban a szalvéták és ilyen apróbb dolgok vannak. Hogy... Előfordult, hogy diákjaitól, gyerekektől is kaptál esetleg kedvességként, vagy tudják rólad, hogy gyűjtöd ezeket, vagy az még odáig még nem jutott el a dolog, hogy ők is... Szerintem ők nem. Ők inkább a futás oldalon, tehát azt az oldalamat ismerik, hogy futok, meg... Tehát ezt nem tudják olyan sokan, hogy ilyen hobbit van. Inkább közelebbi kapcsolatban állók tudják. Még azt tudják inkább a gyerekek, hogy fotózok képeket készítek, amikor tavaly a Kovács Mihály hét keretében az iskola dolgozói munkáiból állítottunk ki, akkor én néhány fotóval pályáztam erre a kiállításra, és a gyerekeknek nagyon tetszettek a gyönyörű pillangóim, amiket arra... És rénszarvasról készítettél-e már fotót például? Nem az igazi, nem, rénszarvasról nem, jávorszarvasról készítettünk egyszer egyik utunk során. Nagyon sokat kirándulunk, utazunk, és de még rénszarvassal nem hozott össze a jó szerencsém. Akkor még nem is láttál élő rénszarvast? Én szerintem élőben még nem. Olyan volt, hogy tájfutó versenyen hatalmas nagy szarvassal találkoztam, de az
az nem részharvas volt. Ez nagyon érdekes, hogy végül is úgy szeretted meg, hogy valójában nem láttad. Persze televízióban láthattál meg, biztos láttál persze, is, igen. De hogy élőben nem láttál. Meg végül is az ünnephez kötődik. Tulajdonképpen akkor is már ilyen ünnepváros időszak volt, amikor ez az ötlet jött. Meg hát tényleg ők a kis kedveskék, olyan kis... És a hangulat, ezek a színek egyébként is gyönyörűek, tehát ez... Ezt ez egyáltalán nem tudom, hogy ki találta ki, hogy a részharvasnak ilyen szép piros színt kell adni, de szinte ugye az ember nem is kifogásolja, hogy ez nem a részharvasnak a színe, hanem szinte úgy a természetes is, hogy ezeken a plüss állatkákon ezek a színek nagyon jó mutatnak, és nagyon kedvesek. Egy kicsit vidámabbá teszik. Egyébként ez érdekes, mert egy némelyiket meg lehet nézni. Nem sok köze van, amelyik mackóhoz hasonlít, valamelyik kutyához. Volt egyfajta sablonja a készítőnek, aztán éppen amikor milyen időszak következett, akkor olyan lett a vége, mondjuk tett egy szarvat, egy pár szarvat föl, és kész, igen, megvan a részszarvat, de tényleg. Például ami a nagy állatka ott van a sarokban, igen, mögötted, ő Lengyelországban született. A kollégákkal voltunk a lengyelországi testvériskolánknál egy látogatáson, és hazafele jövet megálltunk valahol, és akkor botlottam bele. Hát ő is legalább annyira kutyának néz ki, mint amennyire szarvas. Nagyon, nagyon jó pufák, nagyon szépek. Ezek szerint úgy nem hajtod a hobbit a gyűjtés szempontjából, hanem ahogy sikerül, ahogy éppen meglátod, vagy ahogy éppen egy kedves barátodtól, ismerősödtől, kollégától kapsz, akkor gyakorlatilag így működik? Inkább ez az utóbbi. Eleinte még úgy jobban felvillanyozott, főleg november, december tájékán, egy-egy benzinkútnál is sokszor többfélét is láttam, akkor úgy csábított, de aztán rájöttem, hogy hát azért az túl drága mulatság, hogy mindent megvenni. Így aztán amikor, már most van olyan, amiről szívesen lemondok, például ami nagyon csúnya, mert szegények. Van ami csúnya, de attól még kedves, bűbájos, de van olyan, amiben semmi nem tud megfogni igazán, úgyhogy arról lemondok könnyen. Személyes használati eszközként beszéltük itt a papucsot, esetleg más ruházati cikk, van-e részszarvas motívummal? Ruházati cikk. Most egy kicsit szemtelenkedek, mert van egy kolléganőd, akit már bemutattunk ebben a műsorban, és ő neki a hobbiával kapcsolatos fehér neműi is voltak, és meg is mutatta, úgyhogy valami ilyesmire gondoltam, hogy a te esetedben értem, is van-e értem, valamilyen... Értem. Valamilyen. Hát ilyet nem fogok mutatni, nem azért, mert olyan szégyellős vagyok, de még ilyenem nincsen, úgyhogy mert nem azért így is... feltűzve egy melltartó, vagy egy bugyó. Igen. Nincsen még. Hát Rózsika, ezek tényleg nagyon szépek, de én úgy tudom, hogy ezek között vannak olyan tárgyak is, amelyek valami kis produkciót is mutatnak be. Itt ezek között melyek azok, amelyek valamit is tudnak? Ezt mutasd már be a kedves tévénézőknek. Akkor bocsánat, de ide fel kell fordulsuljak egy fél pillanatra fölé. Remélem, hogy nem fogok ráadásni. Ő ilyen kis enyelgéssel. Nagyon bájos, nagyon aranyos. Hát igen, ugye a tél, az év vége, az új év, karácsony, minden benne van. Egyébként van, hogy még nyáron is találunk valamelyik évben. Boszniába voltunk nyaralni, és akkor a tengerparton vettük valamelyiket ezek közül. Magyarország hogy van ellátva rénszarvassal? Nekem nem nagyon vannak ismereteim, hogy ilyen hobbihoz való kis figurákat mennyire lehet beszerezni, hogy lehet hozzájutni könnyen, nehezen. Novemberben, decemberben, a tél, amikor a karácsonyi készülődés van, akkor tényleg rengeteg van. Vannak ilyen kis apróságok, amik ajándékkísérők, kis csipesz, vagy olyan kis tároló, amiben ajándékot lehet tenni, kis apróságok, de hát aztán a
plusz figurák tömkelege. Na de várjunk még a lényegről, ne feledkezzünk. No, tényleg, itt van közöttünk egy fiatalember, ha jól látom, a kalapjáról ítélve, talán még ilyen csokornyakként, de sál is van a nyakában. Bizony. És hát arról volt szó, hogy melyek azok, amelyek hangot adnak. Kedves televíziónézők, már itt sok mindent láttak itt az elmúlt adások során, hogy egy-egy hobbi gyűjtő mivel foglalkozik, most már a tied is köztük van, és hogy milyen érdekes és milyen szép, azt itt láthatjuk a helyszínen. És akkor, hát miután kedves párod annak idején, ugye az első adások valamelyikében, vagy lehet épp az első adásban mondta, hogy most nem tudom szó szerint idézni, csak a lényeg az volt, hogy gyűjteni nem csak érdemes, hanem kell is. Hát nagyon örülök, hogy megfogadtad a tanácsát. Ebben egyébként teljesen biztos voltam, hogy komoly hatással lesz rád, amit ő neked mond, és úgy látom, hogy komolyan is vetted, hiszen hány darab lehet itt egyáltalán? 200. Ez már 200 darabos gyűjtemény, vagy 200-at meghaladó darabos gyűjtemény. Ez csodálatos, nagyon szép. És hát ezt szeretnénk továbbadni a kedves tévénézőknek is, hogy hát ha van kedvük, akkor gyűjtsenek rénszarvast, ha van kedvük, gyűjtsenek kávé és teacukrot, meg tűzoltóautót és egyebeket, és mindent, amit az ég egy világon lehet gyűjteni, mert szerintem a sörös kupaktól a boros üveg dugóig gyakorlatilag mindent gyűjtenek az emberek, de hát ez számtalan olyan dolog van, amit érdemes, és nyilvánvalóan egy gyűjtemény akkor igazán szép, amikor 100-200 darabos kollekció már összegyűlt belőle, és van ez. Kedves Rózsika, nagyon szépen köszönjük, hogy fogadtál bennünket, és hogy itt lehettünk ebben a csodálatos millióben. És hát azzal szeretnék a kedves televíziónézőktől elbúcsúzni, hogy kövessék a példádat, és lejjék örömüket akárminek a gyűjtésében, és hát szolgálja egy-egy kollekció azt, ami igazából a rendeltetése, hogy a gyűjtőjének nagy boldogságot okoz, és hát jelent, és hát mindenki lejje örömét abban, amit hobbiként csinál. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseinkre, és hát akkor búcsúzóul, mielőtt ugye befejezzük a filmünket, én elköszönök a kedves televíziónézőktől, mindenkinek további jó szórakozást kívánok, köszönöm szépen a figyelmüket, és megkérem, hogy akkor tekintsék meg ennek az úriembernek a produkcióját. Igen, te már láttad. Én is köszönöm szépen a beszélgetést és a lehetőséget, és kívánok mindenkinek nagyon jó gyűjtögetést, jobbnál jobb ötleteket. Végül is én úgy vagyok vele, hogy egy gyönyörű szép élmény, vagy sok-sok élmény gyűjtése is nagyon szép, de ha valamivel lehet tárgyasítani, akkor még jobb is lehet. No, szóval akkor... Hát akkor lássuk. Lássuk. Egyszerű volt. Köszönöm szépen, a viszontlátásra!